Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 űrrel kapcsolatos rejtélyt hoztunk el nektek. Ebben a videóban a legrejtélyesebb világűrrel kapcsolatos teóriák közül válogattunk. A videóban szó lesz az űr fizikájáról, az ebben található tárgyakról, furcsa jelzésekről és természetesen ismeretlen eredetű jelenségekről is. 10. Fekete lyukak. Kevés félelmetesebb dolog létezik a fekete lyukaknál. A létezésük és működésük rengeteg kérdést vet fel, és sokra ezek közül a mai napig nem kaptunk választ. It's all black. Charles, do you read me? It's all blackness. A fekete lyukak akkor jönnek létre, ha egy hatalmas súlyú objektum magába roskad és megszakítja a tér-idő szövetét. Ezután akkora lesz a gravitációs tömegvonzása, hogy még a fényt is könnyedén elnyeri. Ez már önmagában is elég félelmetes, de rengeteg olyan dolog is van, amit egyáltalán nem tudunk a fekete lyukakról. Például, mennyi is van pontosan ezekből az univerzumban? Mekkora a legnagyobb? És mi történik akkor, ha beszippan minket egy fekete lyuk? Ezeket azonban sajnos senki nem tudja. Csak Christopher Nolan, ha megnézzétek a Csillagok közöttet. Kilencedik. Rádió hullámok. 2018 és 2019 között a hidrogén intenzitását vizsgáló kísérlet kanadai tudósai egy elég érdekes rádióhullámot mértek be, ami 16 naponta jelent meg. De ez csak egy volt a 9 különböző rádióhullám közül, amit a kutatók képesek voltak bemérni. Could it be a message from millions of light years away? Just the idea of intelligence elsewhere in the universe has set the Twitterverse all a Twitter. A rádióhullámok forrásait az univerzum különböző részeire vezették vissza, egy hatalmas galaxis területére, körülbelül 500 millió fényév távolságra a tejútrendszertől. You know that people talk about that, is this a powerful signal being beamed out by an alien civilization? I mean, personally I don't think so, and that is not the leading theory. This is the leading theory is their big powerful magnetic stars. A legvalószínűbb az az, hogy ezek a jelek az úgynevezett magnetaroktól származnak, amik neutron csillagok hatalmas mágneses mezővel. De ez természetesen csak egy feltételezés. A Vacsmozsó tudományos csapata azonban már dolgozik a megoldáson. Time's up. 8. A hűhajel. A leghíresebb űrből származó rádiójel nem más, mint a hűhajel. Ezt a rádióhullámot az Ohio State Egyetem diákjai észlelték 1977. augusztus 15-én, a neve pedig Jerry R. Erman reakciójából származik. Jerry, amikor meglátta a hullámokat a papíron, bekarikázta őket, és egy borzasztóan lelkes wow feliratot írt melléjük a lapra. Take a look at this. This is the actual a copy of the actual notes that this astronomer made back then. You can see he circled the moment that the sound happened, even wrote the words wow. Azóta többen, köztük maga Erman is megpróbálta megtalálni a hullám eredetét, de azután már soha nem jártak sikerrel. Many people believe the wow signal was kind of like a tweet from outer space. If it was a message, isn't it about time we sent a reply? A tudósok rengeteg magyarázat találtak elő a hűhajellel kapcsolatban, de nem sikerült még egységes konklúziót levonniuk a történtekből. Az eredete pedig azóta is rejtély maradt. What happens now? 7. Kvantum összefonódás. I shall be your consort, your guide, your chaperone into the heart of darkness. Welcome to Astronomy 101. Oké, van néhány dolog, amit le kell tisztáznunk, mielőtt elkezdjük, mert a kvantumvilágban könnyen összekavarodhatnak a dolgok. A kvantum összefonódás elmélet röviden azt jelenti, hogy egy részecske bármikor megcserélhető egy másik tükörrészecskével az univerzum bármelyik pontján. Lényegében ezek a részecskék össze vannak kötve egymással, nem számít milyen messze találhatóak egymástól, ezért jogosan feltételezik azt, hogy a kommunikációjuk gyorsabb még a fénynél is. Einstein ezt a jelenséget a félelmetes messzeségben történő dolognak nevezte, ami látszólag meghazudtolja a fizika, illetve a kvantummechanika ismert törvényeit. Science is neat, but I'm afraid it's not very forgiving. 6. A CMB hidegpont, a nagy üresség. A déli celesztiális féltekén létezik egy szokatlanul hideg régió, amit CMB hidegpontként ismernek. A csillagászok egy különleges eszközt használnak a hőmérséklet rögzítésére itt, ami a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás segítségével működik. Ez a szokatlan hideg teljesen megkérdőjelezi azt, amit az univerzumról tudunk, vagy legalábbis tudni vélünk.
Akár egy 1 milliárd fényév hosszú üres területről is szó lehet, amiben senki nem tudja, hogy mi van. A tudósok a nagy ürességnek nevezik ezt a területet, de lehet, hogy valójában nem is teljesen üres. 5. A nagy összeomlás. Here we are, the end of the universe. Well, now what? Sok szakember szerint a nagy jégkorszak fog eljönni értünk, amitől az egész világ ki fog hűlni majd. De mivel az univerzum folyamatosan tágul, arra is komoly esély van, hogy a nagy összeomlás fogja okozni a pusztulásunkat. Ez lényegében azt jelenti, hogy az univerzum addig tágul, amíg magában nem roskad és teljesen megszűnik létezni a jelenlegi formájában. Sokan azt gondolják, hogy ennek az eseménynek pont a fordítottja felelős az ősrobbanásért, és az univerzum lényegében egy folyamatosan megismétlődő újraformálódásban létezik, mi pedig csak utasok vagyunk benne. My big crunch sandwich. So big, it's kinda scary. 4. A nagy mozgató. Felkészültetek a kiakadásra? A tejútrendszer, amiben mi is élünk, a Laniakea szuperklaszter része, ami pedig egy másik hatalmas szuperklaszter közelében található, amit a nagy mozgatónak hívnak. A rejtélyes név abból ered, hogy ennek az objektumnak annyira nagy a gravitációs ereje, hogy egész galaxisokat vonz maga felé. Többek között a miénket ebben a szent pillanatban is. De miről is van szó valójában? Nos, igazából fogalmunk sincs. A csillagászok szerint valahol a Vela Supercluster galaxisok közelében helyezkedik el, körülbelül 870 millió fényév távolságra a mi galaxisunktól. 3. A Fermi paradoxon. Ahogy Arthur C. Clarke híres idézete mondja, vagy egyedül vagyunk az univerzumban, vagy nem. Szerintem mindkettő ugyanolyan félelmetes. Az Enrico Fermiről elnevezett Fermi paradoxon azt próbálja meg megfejteni, miért mutat annyira kevés bizonyíték a Földön kívüli élet létezésére, miközben a valószínűség szerint az idegen fajok létezése igencsak magas. Más szavakkal, nagy esély van rá, hogy a Földön kívüli élet és a csillagközi civilizációk léteznek, de mi mégsem tudtuk felfedezni őket, és a mai napig nem találtak bizonyítékot a létezésükre. I'm not gonna have that thing in my house. Szerintetek mi az igazság? Egyedül vagyunk az univerzumban, vagy Pataki Attilának van igaza? You not think we're due an explanation? Look, the less you guys know, the better. I want you to have plausible deniability. 2. A sötét energia. Az univerzum növekedése egyre csak gyorsul. Valaminek pedig felelősnek kell lenni ezért a tágulásért, de a tudósok a mai napig nem tudják pontosan, mi is okozza ezt a jelenséget. A legtöbb tudós viszont egyetért a sötét energia létezésében. Azt viszont senki sem tudja, hogy ez az energia hogyan is működik pontosan. A teóriák szerint az energia az ismert univerzum 70%-át teszi ki. Hihetetlen, hogy ez az anyag alkotja a világunk 70%-át, és szinte semmit nem tudunk róla. És lehet, hogy ez a sötét energia sokkal erősebb, mint azt gondolnánk. Annyira, hogy idővel még lehet, hogy az univerzumot is képes lenne megnyújtani, aztán szétszakítani. The final result is that no particles will be close enough to interact with each other, ever. So protons and neutrons will be separated into their component quarks. That is the Big Rip scenario. Ezt a nagy szakadás teóriájának nevezik, szerintünk ez mindközül a legfélelmetesebb teória. Viszont hiszitek vagy sem, van még egy ennél is félelmetesebb dolog az univerzumban. De mielőtt ezt felfednénk, íme néhány vigasdíjas. Antianyag. Az anyag és az antianyag miért nem pusztította el az univerzumot az ősrobbanáskor? ESA-SSM 15LH. Vajon mitől 570 milliószor fényesebb ez a szupernova, mint maga a nap? Gamma sugár kitörések. Hogyan jönnek létre ezek a kozmikus robbanások, és vajon mennyire veszélyesek? Talking about a silent killer that has massive amounts of radiation hitting the upper atmosphere, wiping out all electronics, bathing us in ultraviolet radiation and x-rays. Tebi csillaga. Vajon mitől néz ki úgy ez a csillag, mintha villogna? Mi áll a fény útjában? And so we decided to give it a catchy title. We called it Where's the Flux? I will let you work out the acronym. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. 1. A sötét anyag.
Ha azt gondoltátok, hogy a sötét energia félelmetes, akkor most készüljetek fel. A csillagászok ugyanis azt gondolják, hogy a gravitáció magában nem lehet felelős a galaxisok teremtéséért, fennmaradásáért és mozgásáért. Kell, hogy legyen valami láthatatlan közeg, ami mindezt összetartja. Ezt a bizonyos összetartó erőt sötét anyagnak nevezték el, és azt feltételezik, hogy ez a dolog teszi ki az univerzum összes anyagának 85%-át. A közeg sajnos nem reagál az elektromágneses sugárzásra, vagy a fényre, ezért egyáltalán nem lehet megfigyelni. Ez a közeg felelős a bolygók, a csillagok és a galaxisok létrejöttéért, és ez tartja őket egyben, mégis nagyon keveset tudunk a működéséről és arról, hogy hogyan is jött létre, vagy hogy miből áll, vagy hogy mi ez. What does it all mean? Not a happy ending for everyone, but a positive result for the rest of the galaxy. Na és titeket is elvarázsol az univerzum végtelensége? Mi érdekel titeket a legjobban a témával kapcsolatban? Írjátok meg nekünk kommentben a gondolataitokat, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!